A temeréni farsangi felvonulást az első helyi közösség, valamint Pásztor Éva és családja szervezte. Most körülmegyünk egy két-három utca hosszat, a főutcán is körülmegy a menet, utána visszatérünk ide a színpadhoz, és akkor lesz egy kis versenyzés a gyerekek között, tehát egy kis játék, versenyszerű, ilyen, hogy fánkevés, vagy pedig forradborévés, gyorsaság, ki tud többet, ki tudja jobban előbb fölfújni a léggömböt, stb. Ilyen játékok, ami főleg a gyerekeknek érdekes. A farsangi felvonulás ötletgazdája Pásztor Éva volt, aki már 2002 óta az unokái, szomszédai és rokonsága segítségével süti a fánkot és szervezi a rendezvényt. Mi 35 évet Ausztriában dolgoztunk, és ott volt ilyen menet, és szerettem volna megvalósítani, és a községnek mondtam, és akkor azt mondta, hogy összeültünk, és akkor mi az ötletem, támogatnak, és azóta így csináljuk. És örülök neki, és tovább csak támogassam, hogy legyen ilyen gyönyörű idő, és még ennyi nép, még minden. A téja ingyen van, a bor ingyen van, a fánkot is ingyen van. Te minek öltöztél? Minél közelebb a színpadhoz. És miért pont ennek? A tagjait már felsorakoztak a hátam mögött, akik megválaszt. Mi lett a másik szemeddel? Kiesett. Kiesett. És mikor történt ez? Nemrég. Nemrég. És hogy tetszik ez az esemény? Nagyon. Nagyon tetszik? Igen. És mi a jó benne? A versenyek, a fánk. Aha. És majd részt veszel akkor? Azt sem. Szereted a fánkot? Igen. Szeretnek a fiúk Lego kockázni. És Lego Minecraftot játszani a komputeron is. És akkor anya lett a Minecraft, a Pigman, apa lett a zombi, ahol úgy hiszem elment fánkért, és akkor a két legény pedig a Steve és a Creeper.